Brüsszel. Románia schengeni térséghez való csatlakozásáról és a háborús helyzetről is tárgyalásokat folytatott brüsszeli látogatásán Nikolaj Csuka kormányfő. A hivatalos találkozások során Jens Stoltenberg megerősítette, a NATO kész megvédeni Romániát az agressziótól. Autópálya. Aláírta a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság és a Strabag Geiger konzorcium az A3-as autópálya hiányzó szakaszának a tervezési és kivitelezési szerződését. Ha minden jól halad, 2024 nyarán Marosvásárhelytől Kolozsvárig megszakítás nélkül strádán lehet majd közlekedni. Csíkszereda. Több székelyföldi város mintájára Csíkszeredában is útjára indult a lábbusz program. A kezdeményezés hozzájárul a reggeli csúcsforgalom enyhítéséhez, emellett a gyalogos iskolába járást is szorgalmazza. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Jens Stoltenberg NATO főtitkárral, valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökeivel is találkozott ma brüsszeli látogatásán Nikolaj Csuka miniszterelnök. A közös tárgyalások során többek között az orosz-ukrán háborúról és Románia schengeni csatlakozásáról is szó esett. Brüsszelbe látogatása alkalmából Jens Stoltenberg NATO főtitkárral találkozott ma Nikolaj Csuka miniszterelnök. A kormányfő az ukrajnai háború miatt arra kérte az Észak-Atlanti Szövetséget, hogy szorosan kövesse nyomon a Fekete-tengeri helyzetet, közölte a Stoltenberggel közösen tartott sajtótájékoztatón. Security in the region continues to be affected by Russia's... A régió biztonságát továbbra is befolyásolja Oroszország Ukrajna elleni illegális agressziós háborúja. Aggodalmunkat fejeztük ki Oroszország agresszív és felelőtlen magatartásának az euróatlanti biztonságra és a hosszú távú globális stabilitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Tekintettel a fejlemények nagy dinamikájára, valamint Oroszország viselkedésének kiszámíthatatlanságára, arra kértük a NATO-t, hogy szorosan kövesse nyomon a Fekete-tengeri helyzetet. Jens Stoltenberg elmondta, hogy a NATO üzenete a Romániába küldött csapatokkal egyértelmű. Készen állnak megvédeni Romániát és minden más szövetséges országot. NATO will not be intimidated or deterred from supporting Ukraine's right to self-defense. A NATO-t nem fogják megfélemlíteni vagy megakadályozni abban, hogy támogassa Ukrajnát és az önrendelkezéshez való jogát, amik szükséges. Az ukrán erők minden héten egyre erősebbek és jobban felszereltek. Ugyanakkor tovább erősítjük saját védelmünket. Megerősített NATO jelenlétről beszélünk a Fekete-tengertől a Balti-tengerig. Vadászgépek tartják biztonságban Európa légterét, és több ezer amerikai, belga, holland és francia katona tartózkodik Romániában, hogy megakadályozza az agressziót. A kétnapos brüsszeli látogatáson tartózkodó Nikolaj Csuka miniszterelnököt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is fogadta. Tárgyalásuk témái között szerepelt Románia schengeni csatlakozása, amelyet mindkét intézmény támogat. Az Európai Bizottság és a tagállamok szakértői ma mutatták be Brüsszelben a schengeni kérdésekkel foglalkozó munkacsoportnak a Romániáról készített jelentésüket. A kiértékelés után megfogalmazott nagyon jó konklúziók azt igazolják, hogy Románia felkészült a schengeni csatlakozásra, és közelebb viszik az országot ehhez a célkitűzéshez, fogalmazott a kormányfő. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság és a Strabag Geiger konzorcium aláírta az A3-as autópálya Maroskece és Aranyosgyéres közötti szakaszának a tervezési és kivitelezési szerződését. Az útszakaszon két hidat, hét felüljárót és egy csomópontot kell megépíteni. Bár a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság 2015-ben a román Strákóra bízta az A3-as autópálya Aranyosgyéres és Maroskece közötti közel 16 kilométeres szakaszának megépítését, a cég a munkálatoknak alig 30%-át végezte el, majd pénzügyi gondjai miatt teljesen leállt az építkezéssel. A Strákó ellen csődeljárás indult, a Csénéá ír pedig felbontotta a szerződést. Az újabb versenytárgyalás nyomán augusztusban a Strabag és a Geiger konzorciumot hirdették ki győztesnek, amely mintegy 420 millió leért vállalta, hogy három
hónap alatt elvégzi a tervezést. Elekes Róbert, a Brassói Regionális Út és Hídügyi Igazgatóság szóvívője szerint jövő év végére el is készülhet a szakasz. Nagyon bonyolult és nagy munkálatokra nincs szükség. Az építőanyagoknak is nagy része már ott van az építőtelepen, úgy értem, hogy a kidaknak a darabjai, betongerendák és ehhez hasonló dolgok. Ugyan a mostani szerződés szerint 18 hónapba telne az építkezés. Mi úgy gondoljuk, hogy jövő év telére reális lehetőség van arra, hogy már autók is járhassanak ezen az autópályaszakaszon. Ezen a szakaszon két hidat, hét felüljárót és egy csomópontot kell megépíteni. A munkálatokat, amelyekre az építő 10 éves garanciát vállalt, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásokból finanszírozzák. Minőségi szakképzés a nemzetgazdaság fenntartható fejlődésének kulcsa címmel rendezte konferenciát Bukarestben, amelyen a duális képzés fontosságára hívták fel a figyelmet. A konferencia két ülésszakán németországi vendégek is részt vettek. Konferenciát tartott Bukarestben a Fenntartható Fejlődési Bizottság és a Romániai Autóipari Szakértők Szövetsége. A rendezvény az autóipari technológiai iskoláknak és vállalatoknak szólt, témája a duális oktatás köré szerveződött. Borbély László híradónknak elmondta, a duális oktatás az autóiparban már 2012 óta létezik, jelenleg több ezer diák vesz részt ebben a képzési formában. A duális képzés lényege, hogy a cégekkel partnerségben lévő iskolák olyan szakembereket képezzenek ki, akik tanulmányaikat elvégezve munkát is találnak az adott cégnél. Borbé szerint ez a későbbiekben hatással lesz a szakemberhiány leküzdésére, és kedvezően befolyásolja majd a munkapiacot. Nincs elég szakember. Nagyon sokan elmentek külföldre, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy mégis a gyerek tudja, hogy van egy munkahelye utána, és akkor valószínű, hogy kevesebb esély van arra, hogy elmenjen, mert tudja, hogy van egy stabil munkahelye, és jól is lehet keresni ezekben a szakmákban, hát ugye tudjuk. A másik ugye, hogy beindult ez az újjáépítési terv, és most 330 millió euró van erre a duális oktatásra, ami nem kicsi pénz. A konferencia tematikája összhangban volt a júniusban elfogadott fenntartható fejlődése vonatkozó országos stratégiával. Borbé szerint ugyanis az iskolák nem haladtak a korral és az autóipar változásaival, nem használták ki a lehetőségeket. Ennek okán a projekt keretében 1800 a németországi duális oktatásban már használt, frissített tantervvel készített kézikönyvet adományoztak a romániai technológiai középiskoláknak és szakiskoláknak. A politikus arra is kitért, hogy fontos a bentlakások építése a tanulóknak és az ösztöndíj formájában történő támogatás. Hozzátette, célszerű a cégeket is támogatni, például azzal, hogy kevesebb adót fizessenek, ha partnerek a duális képzésben. Aláírták a kivitelezési szerződés 10 Kolozsvár környéki település víz- és csatornahálózat bővítésére és felújítására. A projekt megvalósítására közel 2 év áll a kivitelezők rendelkezésére. A Szamos vízügyi vállalat aláírta azt a kivitelezési szerződést, amelynek értelmében 10 Kolozsvár környéki község víz- és csatornahálózatát kibővíteni, megújítaná. Mint arról korábban is beszámoltunk, Györgyfalván megszennyeződött a nyár folyamán a fő ellátást biztosító víztartály, így fokozottan aktuális a probléma megoldása. A metropolis övezetben levő községeket érinti. Persze itt Apahidá, Kajántó, Kisbács, de ami a legfontosabb, végre elindul a Györgyfalvi vízprojekt. Ugye tudjuk, hogy volt a nyáron ez a nagy gond, mikor az egyik víz lehetőségüket egy kocsi beszennyezte, és nagyon nagy gondok voltak, szárazság és meg minden. A munkálatok összértéke 72 millió lei, a projekt megvalósítására 20 hónap áll a kivitelezők rendelkezésére. A munkálatok elkezdését decemberre tervezik, így tavaszra megkezdődhet a tényleges kivitelezési szakasz. Pályázatokról, digitalizációról is hallhattak előadást a fiatalok a Csiki Vállalkozók Egyesület által szervezett Fiatal Vállalkozók Fórumán. A rendezvény célja egyrészt felkelteni a fiatalok érdeklődését a vállalkozás iránt, másrészt segítséget nyújtani számukra az indulásban. Kapocs coworking rendszerűn, nem igazán inkubátor, de azok az elemeket is megerősített központunkat, biztos beindítjuk a Kossuth utcában.
A csíkszeredai önkormányzat két vállalkozóknak teretadó központot is tervez létrehozni. Ezek egyike a Kossuth utcában, másik a jelenlegi szakszervezetek művelődési házában lesz. Fejtette ki köszöntőjében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a Fiatal Vállalkozók Fórumának megnyitóján. Az egész napos rendezvény keretében olyan előadásokat hallhattak a jelenlevők, amelyek segíthetik őket egy vállalkozás tervezésében, indításában. A Fiatal Vállalkozók Fórumát kezdő vállalkozóknak és olyan diákoknak, egyetemistáknak, akik vállalkozáson törik a fejüket és a közeljövőben vállalkozást szeretnének indítani. Nekik tartunk olyan előadásokat, ami majd segíti a közeljövőben az elindulást vagy a továbblépést. A fiatalok szerint ezeken az eseményeken olyan információk, olyan gyakorlati tudás is megszerezhető, amelyet az iskola, az egyetem padjaiban nem kapnak meg. Szeretem magát a témát, és mindig is érdekelt. Nyáron is egy hasonló tanfolyamon vettem részt, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az előadás. A járvány alatti időszakból okulva a szervezők a digitális eladásra, webshopok létrehozására, digitalizációra fektették a hangsúlyt, de a hallgatók megismerkedhettek a legújabb pályázati kiírásokkal és a pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalókkal is. Önkéntes programot indít Marosvásárhely polgármesteri hivatala. A programban résztvevőknek lehetőségük lesz a hivatal által szervezett rendezvényeken segítkezni, de akár a rendőrségnél vagy a városi kutyamenhelynél is lehet önkénteskedni. Idén júniusban fogadta el a Marosvásárhelyi Tanács a polgármesteri hivatal első önkéntes programját, amelynek a célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat az intézményhez, ugyanakkor betekintést nyújtson számukra a hivatal működésébe. A programban résztvevők ezáltal gyakorlati tudásra tehetnek szert, amely a pályaválasztásban és a mindennapi életben is hasznunkra válhat. Fogalmazott Molnár Fekete Vivien, a projekt kezdeményezője. Tulajdonképpen az egész procedúra vagy kiválasztása úgy tetszik, úgy fog zajlani, hogy aki részt szeretne venni, minden érdeklődő egy jelentkezést kellett tegyen vagy online, vagy személyesen a 13-as szobában, és a jelentkezés után egy interjú beszélgetésre kerül sor, ahol feltérképezzük azt, hogy a jelentkező milyen tanulmányi háttérre, vagy milyen tanulmányi terület tanul jelenleg, és ennek függvényében meghatározzuk azt, hogy az elvárásokat, és azt is figyelembe vesszük, hogy ő mit szeretne tanulni. Hozzátette, a projekt szinte teljesen lefedi az intézmény működését, de lehet jelentkezni alárendelt intézményekhez is, például a helyi rendőrséghez, a szociális igazgatósághoz, vagy a kutyamenhelyhez is. Ezen kívül várják a fiatalok segítségét a hivatal által szervezett nagyobb rendezvényeken is. Bár alig hirdették meg, már van is két jelentkező az önkéntes programra. Az 56-os forradalomra emlékezve nyílt meg a Gyürkös 100 nevű kiállítás a bukaresti Román Nemzeti Parasztmúzeum új galériájában. A megnyitón beszédet mondott Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes is. Megnyílt kedden a Györkösmányi Albert erdélyi festőművész munkásságát bemutató kiállítás a bukaresti Román Nemzeti Parasztmúzeum új galériájában. A kiállítás a Gyürkös 100 címet kapta, és része az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvári Gyürkösmányi Albert Emlékháza és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgyi Központja által a festő születésének 100. évfordulójára szervezett kiállítás és rendezvény sorozatnak. A tárlat eddig Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Tordaszentlászlón, Sepsiszentgyörgyön és Baróton volt látható. Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora elmondta, úgy próbálták összeállítani a bukaresti tárlatot, hogy az néprajzi szemszögből is érdekes legyen. Nyilván igyekeztünk egy olyan válogatást bemutatni, ami például az ő reflexiója a Kalevalára, tehát nagyon nagy teret, szinte a kiállítás felét foglalja el ez a sorozat. De azért el szeretném önöknek árulni, hogy egy Bukaresthez kapcsolódó barátságnak is a kockáit felelevenítjük, hiszen hogyha a portré sorozatok sorát megnézzük, akkor Nikita Stănescuhoz őt egy nagyon komoly művészbarátság fűzte. A kiállítás megnyitóján jelen volt Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke is, aki Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából az 1956-os forradalomra emlékezve mondott beszédet. A szabadság hiánya mindig sokkal több, mint amire az ember először gondolna. Mert nem csak a szólás és a vélemény korlátozását jelenti, nem csak a gyülekezés szabadságának felszámolását,
hanem az emberi méltóság hiányát is, amit meg kellett tapasztalnia mindazoknak, akiket a történelem rossz oldalára sodort a világpolitika szele. Ahol nincs szabadság, ott nem lehet emberhez méltó szabad élet. Ahol nincs szabadság, ott mindig sérül az emberi méltóság, és ahol nincs szabadság, ott a rabság, a szolgasság, a megalázottság idejét élik a polgárok. Mi itt Kelet-Európa peremén ezt a leckét megtanultuk. Egyetlen politikai rendszer sem áll erős lábakon, ha a polgárait az ország határain belül csak a félelem tartja együtt. És nincs olyan társadalmi berendezkedés, amelynek a polgárai a szabadság hiányát, az emberi méltóság hiányát az idők végezetéig eltűrnék, fogalmazott a szövetségi elnök. Novembertől Csíkszeredában is elindul a lábbusz program. A tevékenység keretében gyalogosan, szervezetten mehetnek iskolába a bejelentkezett iskolák elemi osztályos gyerekei. Négy iskola, a Nagy Imre Általános Iskola, a Nagy István Művészeti Liceum, a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a József Attila Általános Iskola diákjainak szülei közel 500-an jelezték, hogy igénylik a programot. Ennek alapján 7 gyűjtőponttal szervezik az őszi vakációt követően az első úgynevezett lábbuszjáratokat. A 7 gyűjtőpont mindegyikében eleve már ott vannak az önkénteseink, akik egy listát tartanak a kezükben, amiben a gyerekek neve szerepel, azoknak a gyerekeknek a neve, akiket előzetesen felirattak a szüleik a programba, és a gyűjtőpontokhoz a szülőkkel elszállítsák a gyerekeket, hogy elvigyék a gyerekeket. Innentől kezdve az önkéntesek veszik át az irányítást, ők lesznek a sofőrök. A program több célt is szolgál. Egyrészt a reggelente kialakult forgalmi dugókat szeretné tehermentesíteni az önkormányzat. Környezetvédelmi hatása is van, de ugyanakkor mind a fizikai, mind a lelki egészség jó hatással van a gyereknek, hiszen az, hogy reggel szabad levegőn mozogva, kortársai csoportjában, barátaival játszadozva jut el az iskolába, ez egyrészt a fizikai immunrendszerét segíti, hogy friss levegőn van, koncentrációs képességét növeli. A programhoz további iskolák is kapcsolódhatnak. A lábbusz útvonala, a gyűjtőpontok térképe, valamint az ehhez kapcsolódó információk elérhetők a Csíkszeredai Városháza közösségi oldalán, valamint a lábbusz pedibusz Csíkszereda Facebook oldalon. Több mint 250 kg-ot nyom az óriás tök, amelyet a napokban szüreteltek le Gyergyószentmiklóson. Tulajdonosa jövőre még nagyobbat szeretne. Óriás tök termett Gyergyószentmiklóson. Bár a gyergyói rövid és hűvös nyár nem kifejezetten kedvez a tőknevelésnek, a nagy családnak mégis sikerült több mint 250 kg-osra hizlalni egy tököt. A kert tökjei közül egyébként a második és harmadik helyezett is 80 kilónál nagyobb, de több 50 kg feletti példány is termett. Nagy Levente elmondta, a töknevelés sok odafigyelést igényel, a mag beszerzésétől a palánta nevelésen át egészen a mindennapos öntözésig. Ez a mag egy magyarországi termelőtől származik. Ugye áprilisban megkezdtük, elültettük a tököt, otthon neveltük az ablakba a kaloriferni, a radiátornál, ahogy mondják. Kiültettük valamikor júniusba, ugye nagyon későn ültettük ki, a magyarországi termelőknek már májusban már ilyen 15-20-30 kilós tökök voltak, nekünk későn sikerült kiültetni, mivel az itteni klíma nem engedi meg, mivel éjjel 10 fok alatt volt a hőmérséklet. Ugye kiültettük júniusba, volt egy olyan 60 napos növekedés a töknek, most 90 napos a tök. A termelő még nem döntötte el, mi lesz az óriás tök sorsa. A család azt viszont már tudja, hogy jövőre még nagyobb tököt szeretne. Erre már most elkezdenek készülni, hiszen nagy kihívás túlszárnyalni az idén elért 252 kg-ot. Hosszú betegség után elhunyt Tompa Klára színművész. Bár próbált megküzdeni a korral, közelgő születésnapját már nélküle töltik szerettei. Hosszantartó betegséget követően 48 éves korában elhunyt Tompa Klára színművész. A marosvásárhelyi születésű tehetség 1998-ban végzett a Marosvásárhelyi Színház Művészeti Egyetemen. Napjainkig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tagja volt. Számos színész generáció osztályvezető tanáraként oktatott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Szakterületét a színészmesterség, improvizáció, zenés színészmesterség tantárgyak oktatása képezte. Rövid pályafutása alatt több mint 40 karaktert alakított a Marosvásárhelyi Színház színpadán. Művészi tevékenységét több díjjal is elismerte a szakma, kvalitásai méltán rangsorolják az érdemes művészek közé.
A színésznő karrierjét és életét azonban egy betegség árnyékolta be. 2019-ben jótékonysági hangversenyt rendeztek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei, az Eufónia Pedagógus Kórus, a Marosvásárhelyért Egyesület, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Az adventi hangverseny jegyeladásából befolyt összeget a súlyos betegséggel küzdő színésznő megsegítésére fordították. Bár Tompa Klára próbált megküzdeni a korral, nem sikerült legyőznie azt. November 10-én ünnepelné 49. születésnapját, amit már nélküle töltenek mindazok, akik ismerték és közel álltak hozzá. Jól haladnak a munkálatok a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum felújításán. Idén karácsonyig befejeződhet az épület és az udvar korszerűsítése, jövő év végén pedig a nagy közönség előtt is megnyitja kapuit. Nem csak múzeum, hanem közösségi tér is lesz a Székely Nemzeti Múzeum, ha befejezik a felújítását. Bár a megnyitót csak egy év múlva, 2023. októberére tervezik, de megéri majd várni. Nem csak a múzeum épülete újul meg, hanem a kert is, úgyhogy kívülbelül tökéletes helyszín lesz a szabadidőt tartalmas eltöltésére. Az év elején még dübörögtek a munkagépek a Székely Nemzeti Múzeum udvarán, most már a belső munkálatok zajlanak. A múzeum felújításának körülbelül 90%-ánál tart. Persze bőven lesz még munka ezentúl is, hisz a termek megtöltése csak nem ekkora feladat. A kerten is látszik már végső formája, dr. Herceg Ágnes táj- és kertépítés tervei alapján dendrológiai park létesül, csak nem 10 000 új növény beültetésével. Elkészült már a gyerekpalota épülete is, ahol a múzeum pedagógiai foglalkozásokat szervezik majd. A kertben játszótér is létesül. A megújult múzeumban nagy hangsúlyt fektetnek a jövő generáció jelenlétére. Több évtizedes nemzetközi tendencia, hogy a múzeum nem csak a tudományt szolgálja, hanem a szabadidő hasznos és emelkedettebb szintű eltöltését is. És ezt szeretnénk mi is. Tehát nem csak a kiállítások, a gyönyörű tárgyak csodálata vagy szépsége fogja bevonzani az embereket. Varga Mihály reményei szerint a gazdag programkínálattal akár duplájára is emelkedhet a múzeum látogatóinak száma. Az épületfelújítás uniós pályázatokból valósul meg, a belső terek kialakítása pedig Kovászna megye tanácsának finanszírozásából történik. A múzeum Kós Károly tervezte csaknem 150 éves épületének újranyitását, 2023. októberére tervezik egy Gábor Áron emlékkiállítással. Sikeres Steel Power Fitness Day, sporttal folytatjuk. Két elveszített mérkőzés után a Fecsef Argyes Pitest vendégeként javíthat eredményén a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. Céljuk továbbra is a bennmaradás az élvonalban. Hazai vereségük után a Fecsi Árgyes Pitest vendége lesz a hétvégén a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapat. A vásárhelyiek számára nagy téttel bír a mérkőzés, mivel a Nagyszeben és a Petrolul Ploiești ellen is vesztesként hagyták el a pályát az élvonalban. Szász Gáspár Barnabás, a VSK alelnöke elmondta, céljuk továbbra is a bennmaradás. Nekünk minden ellenfél erős, mi újoncok vagyunk a Nemzeti Ligában, úgy, ahogy említettem, mi csak 3 idegen légióssal rendelkezünk, mindenki élvezi az 5-6 idegen légióst. Nálunk több a hazai játékos, és ezért nekünk minden mérkőzés nagyon nehéz. Hozzátette, tisztában voltak azzal, hogy egy nehéz idény áll előttük, ugyanakkor bíznak a marosvásárhelyiekre alapozott csapaton. Bár sokat kell még fejlődniük, minden lehetőségük megvan arra, hogy jó eredményeket érjenek el az élvonalban. A Gyergyóremetei sportcsarnokban szervezték meg az első Steel Power Fitness Day-t. Az eseményen szép számban voltak jelen fitness rajongók. Sikeresnek bizonyult az első alkalommal megszervezett Steel Power Fitness Day Gyergyóremetén. A résztvevők egy aktív sportos délutánon vehettek részt meghívott edzők társaságában. A helyi fitness oktatók mellett Bukarestből, de Argentinából is érkezett edző. Szenzációsan érzem magam.
Az első alkalom, hogy ide látogatok. Mondhatom, hogy nagyon el akartam ide jutni. Szeretném, ha a jövőben megszerveznék és meghívnának. A közönség is szenzációs volt. A tengeren túlról érkező Fernando Gorini szintén fergeteges hangulatot varázsolt a sportcsarnokba. Már voltam itt a környéken Marosvásárhelyen és a Gyilkostónál 2017-ben talán. Szeretem ezt a helyet, csodálatos. Az emberek tele vannak energiával, ha bár kicsi a hely, de tele van emberrel. A fitness energia csodálatos. 2 órát fogok tartani, az egyik egy dinamikus, ami átmozgatja a kezeket, lábakat, nagyon intenzív. A másik óra egy steel combat, egy táncos zenét használok, arra edzenek az emberek. Ha meghívnak, akkor itt leszek, ez biztos. Továbbá jelen volt György Antónia is a sportnapon, aki Kolozsváról érkezett, hogy egy intenzív órát tartson az eseményre látogatóknak. Az edzés, amit én hoztam, annak az a neve, hogy Strong Nation, és ez egy nagyon dinamikus és intenzív edzés típus. A küzdősport elemeket vegyíti a különböző állóképességi és saját testsúlyos mozdulatokkal, gyakorlatokkal. Pál Erika, szervező, elmondta, 150-en iratkoztak az eseményre, de úgy véli, hogy még többen voltak jelen, mint amennyire számítottak. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy jövő ősszel ismét meg tudja szervezni a második Steel Power Fitness Day-t. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!